Műsorunkban láthatják, Tápiósági Rétes Fesztivál. Június 4-én ismét megrendezik Tápióságon a Rétes Fesztivált. Ebben az évben változások lesznek. A részletekről Kunhalasi Katalint kérdeztük. Bővül a Hagyományok Háza. Uriban a Hagyományok Házában megkezdődött a foglalkoztató kialakítása. Ősszel a tervek szerint már használhatják az épületet. Stúdióban vendégünk volt az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Téma a betegjog volt. Teszed Sűsápon. Sűsápon több időpontban is gyűjtötték az illegálisan lerakott hulladékot. Május 8-án a régi Úri úton készítettünk felvételeket. 8. tájházi majális pándon. 2 év kihagyás után ismét megrendezték a tájházi majálist pándon. Színes műsorok várták a lakosságot, a helyi csoportokon túl a Tápióvidékről is érkeztek fellépők.